tisztelet díjaiért Dúcse és Parafénzsel tavaly főszereplők voltak. Pokolfa ez a Topium Bullet, Firefogó és Nightfall Overdose igencsak jónak tűnő mezőn, hiába nincsenek túl sokan. És már is Dúcsé a sor, ő lesz majd az utolsó, a hatodik, aki beállhat a gépbe. Nagyon stabilan futja top formáját, tavaly tehát ezen a távon is roppant erős volt, szoros másodiknak jött fel. Azóta Kovács Sándor fogja lovagolni az esdei istálló klasszis sprinterét. Helyére kerül Dúcse. Start elindult a villámdi, szokás szerint Dúcse egy nagyon picit, mint hogy ott maradt volna a gében, és szokás szerint pokolfajzat és egy kicsit gyengébben kezd. Night for Overdose tűnik fel a frontban, méghozzá a Power of Angel társaságában. Night for Overdose, Power of Angel, mögöttük Fire for Goga, Opium Bullet, és most már azért Dúcse szép lassan megkezdi az árkózást. Pokolfajzat a sor végén, de azért nem reménytelen helyzetben. A verseny utolsó 600 méteréhez érve, hárman vannak most már majdnem, hogy fej-fej, hiszen bent a barrier mellett Fire for Goga is igyekszik csatlakozni a vezető Night for Overdose Power of Angel 2-shöz, Dúcse pedig lépésről lépésre megkezdi a vezető lovak üldözését, illetve megközelítését. Power of Angel vezet belül, Fire for Goga, kívül pedig Dúcse, jön a három favorit, Fire for Goga ezúttal sokkal erősebbnek tűnik, mint elsőre. Fire for Goga bent a falon vezet, Fire for Goga az élen, Dúcse jön mögé a második erre, Fire for Goga, Dúcse, Power of Angel az első három a 2019-es villámdíjban. Azért kisebb meglepetésként összejött ez az ötös győzelem. Tehát azért ugye Dúcse és Power of Angel harcára számítottunk, ehelyett 5-1-2 lett. Azt mondtuk azért, hogy súlyban nagyon-nagyon jól áll Fire for Goga. Tehát hogyha azt a 70 körüli formáját tudja, akkor azért a 8 kiló, amit kap Dúcsétől, az 8 kiló. Hát ha megnézzük a szeptember 9-i formát, akkor ő neki teljesen egál száma van Dúcséval. És hát a másik a 900 méter, ugye erről igen is beszéltünk, hogy Dúcsénak lehet, hogy pont az a 100 méter igen hiányzott azért neki egyébként. Ez akkor is rövid, persze. Fire for Goga-nak pedig azért sokkal inkább fekszik, Power of Angel-nek is feküdt, kicsit a végén visszaesik, közel van hozzá, hogy Night for Overdose, talán ő lesz majd a negyedik. Pokolfajzatok, ez tényleg rövid volt, úgy tűnik, vagy túl gyors volt az eleje. Itt gyorsít igazán Fire for Goga, fél távnál ment fel a vezető kettős mellé, úgyhogy hiába indít a végén már, Dúcse utolérni nem tudja. 5-ös, 1-es, 2-es, ugye valóban három tip, három favorit, de az 5-1-2 az negyedik játék, 23-szoros fölött valamivel a hármas befutó. Tehát azért ez egy egészen jó osztalék, és a tétjáték sem fog rosszul fizetni, mert ott ugye nagyon Dúcse volt szintén a... És 900 méteren elég meggyőző előnynek tűnik ez, amivel hazaért Fire for Goga Maronka Gábortól. 3,7, meg még hozzá majd a jackpot, hát ez 5 fölötti tétszorzó lehet majd. Hevenyészet számításaim alapján, úgyhogy ez relatíve tényleg nagyon-nagyon jó osztalék. És kellett úgy tűnik az a múltkori verseny ennek a 4 évesnek, egy kitűnő sprinter, Fire for Goga. Feküdt neki a táv, másodjára Mesetovicsal. Ahhoz képest, hogy 900 méter, ez egy egészen sima siker, sima győzelem. Befutóban az 5-1, 12,4-szeres szorzó. Éve szemből. Hát Opium Bullet pedig tényleg nem a régi, bár ezért őt a futásai fogják előre hozni, úgy gondolom. Viszont a közel egymáshoz a végén a csapat, de hát ez 900 méteren ilyen sprinterek